A gazdasági minisztérium közzétette a benzin és a gázolaj átlagárának számításait, amelyekből a benzinkutak saját maguk határozhatják meg a felárat. A közlemény szerint a benzin elszámolási ára 7,17 hrivnyával 31,19 hrivnyáról, 33,36 hrivnyára emelkedett, a gázolai 32 kopékával, vagyis 35,63 hrivnyáról 35,31 hrivnyára csökkent. Így a maximális árrések figyelembevételével a benzinára a töltőállomásokon nem haladhatja meg a 39 hrivnya 86 kopékát literenként, a gázolai pedig a 42 hrivnya 31 kopékát. Az ukrán kormány 2021 május óta szabályozza a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát. A kormány határozata a benzin esetében legfeljebb 6 hrivnya 50 kopéka, a gázolaj esetében pedig 7 hrivnya kiskereskedelmi felárat állapít meg. A kormányrendelet előírja, hogy a Naftoház ukrajini vállalatnak havonta háromszor kell számításokat benyújtania a gazdasági minisztériumnak. Rendszerint a benzinkúthálózatok az elszámolási költségek növekedése után emelik a kiskereskedelmi áraikat, majd a csökkenése után csökkentik azt.